Sziasztok, sziasztok, köszöntelek benneteket! Most egy újból, egy Avon unboxinggal jöttem hozzátok. Az az unboxing az annyira unboxing, hogy én már ennek veszettem a tetejét, mert hogy meg akartam spórolni ezt a csomagbontós részt. Ez a csomag, amit most fogok nektek mutatni, ez zömével karácsonyi dekorációkat, különböző karácsonyi kis kellékeket, tárgyakat fog tartalmazni. Van nekünk általában, időszakosan, mindig így az ünnepek kapcsán külön katalógusunk az Avonnak. Így most is van egy ilyen katalógusunk, ez novemberi katalógus, novemberi különszám, és ebből fogok mutatni nektek egy-két terméket, amit én megvásároltam ajándékba, vagy saját részre vegyesen. Illetve volt, ami kellett vásárlónak. Úgyhogy mutatom nektek, hogy mik is ezek a termékek. Ugye ez a november első rendelése, ezért ilyenkor én mindig az első rendeléssel megkapom a katalógus előrendelésemet, ami 28 darab katalógus, általában annyival szoktam dolgozni, de sokszor utána kell még pótolni 14-jel, 20-szal még, mert kevés. Itt van a kezemben, ez mindig olyan izgalmas, úgyhogy már most a kezembe foghatom a decemberi katalógust. Nagyon örülök neki. Ez mindig olyan izgi, mert ilyenkor olyan kíváncsi vagyok, hogy mik vannak a katalógusban, meg majd milyen ösztönző program lesz nekünk tanácsadónőknek. Imádok tanácsadónő lenni. Nagyon szeretem az Avont, nagyon szeretem a termékeit, de szerintem aki követ, az tudja ezeket a dolgokat, hogy én nagyon megszállott Avonos vagyok. Jó, ezeket ide kiszedem. Úgy látom, hogy lesz decemberben is külön számunk. Ez így fog kinézni. Egy kis szilveszteri bohókás kis eleje van neki. Hát ennek nagyon örülök. Majd átböngészem. Jó, még mindig katalógusozok. Oké. Kész. Kiszedtem a katalógusokat. És akkor mutatom, hogy mik vannak itt. Az első, amit mutatok, ez egy illatgyertya. Ki is bontom nektek. Mindjárt nem mutatom, hogy a kis külön szórólatban hol van. Hú, karácsonyi fűszeres illatú. Eszméletlen finom. Na, ez le van ragasztva, lányok, asszonyok, úgyhogy akkor ezt nem fogom felbontani, mert nem szeretném felbontani. Illatgyertya, azt mondjuk 1600 forint volt, és a negyedik oldalán van ennek a kis külön katalógusnak. Nézzétek csak, erről van szó. Erről a Winter Spice elnevezésű karácsonyi narancs szegfűszeg és tonka bab illatú gyertyáról van szó. Nagyon-nagyon isteni finom. Egyébként meg lehet itt is illatozni, mert hogy van egyébként nekünk, képzeljétek, egy ilyen pléd a katalógusban, ami illatosított pléd. Tehát egy különleges technológiával készült. Azt írja itt, hogy Calescence, nem tudom, hogy mondom, jól mondom-e, vagy nem. Szerettük volna a termékeket fejleszteni, melyek meglepetést és örömet szereznek a vásárlók számára. Együtt dolgozni az Avonnal, így mely azonos értékeket képvisel, igazi, valóra vált álom számunkra. Tehát mondja ezt a Cellessence technológia képviselője. És ezt a Cellessence technológiát alkalmazták ennél a plédnél, ami azt jelenti, képzeljétek el, hogy egy karácsonyi fűszeres illatú maga a pléd. Tehát ez nem olyan pléd, amit a piacon árulnak, meg ez nem olyan pléd, amit bemegyünk a bármelyik áruházba és levesszük a polcról, mert hogy ez illatosított pléd, és akár 20 mosásig megtartja ezt a fűszeres, narancsos, szegfűszeges illatát. Úgyhogy nagyon különleges szerintem. És itt meg lehet illatozni, és ugyanolyan illata van egyébként ennek a gyertyának is. Jó. Ugyanilyen illata van még az illatviasznak.
Ilyen viaszkockát már láttatok több videóban nálam. Ezeket nagyon szeretem, ezeket a viaszkockákat. Igenis olyan narancsos fűszeres, igen, ez a szegfűszeges karácsonyi illata van. De nagyon kis kellemes. A következő, amit mutatok nektek, egy úgynevezett gyertyapörgentyű. Na már most, mindjárt megnézzük, hogy melyikbe van. Szerintem ez lesz az. Biztos ez lesz az. Ez olyan, tudjátok, hogy mindjárt meglátjátok, meg kell gyújtani alatt a mécsest, és akkor megfordítok meg kicsit. Meg kell gyújtani alatt a mécsest, és akkor úgy forognak ezek a kis díszek. Na, várjatok. Nem, ez nem az. Akkor az hol van? Akkor az ez. Na, várjatok. Na, akkor ez se, akkor mi van vele? Akkor nincs. Na, várjatok. Előveszem a számlát, az az a legtisztább. Megnézem, hogy itt mit ír a számla. Igen. Nem volt, úgyhogy akkor azt nem keresem. Azt most nem szállították. Jó. Akkor megmondom a többit. Ablakmatrica a következő. Ez a kis katalógus 9. oldalán van. 6, 8, 9. Ezek az ablakmatricák. Itt. Ezek. Nekem ilyen már többször volt. Nem pont ugyanez, de a vonos. És nagyon jók, mert újra fel lehet őket használni. Ezt így ezen a fólián, amin most van, erről könnyedén le lehet húzni, föltenni az ablakra, és akkor, mikor vége az ünnepeknek, levesszük, erre vissza, és akkor eltesszük, és akkor jövőre megint. Azt hiszem 3 évig használtam az előző szériát, ami volt nekem az avonos. Ez nem ilyen színes volt, hanem ez ilyen csillámporos, fehéres volt. Oké. Akkor a következő az egy bögre, nagyon kedves nekem, nagyon kis cuki. 10. oldalon található. Itt van a bögre. Alapesetben olyan, és hogyha meleg ital kerül bele, akkor pedig átvált a színe. A szeme meg a gombjai feketéről fehérre. Köszönjük! Na, ugye milyen cuki? Kipróbáljuk? Na, várjatok! Oda megyek a konyhába, és engedek bele meleg vizet, addig megállítom a videót, és utána visszahozom, megmutatom. Mert ilyen lett, átváltott. Közben már alakul vissza, mert közben kiöntöttem belőle a vizet. Tuki. Jó, igen, akkor van egy olyan nekünk, hogy kis jegesmedve, díszecske a következő oldalon, ő. Ebbe, mindjárt megnézzük, azt hiszem, hogy igen, LED világítás van. Aha, és akkor kihúzzuk az aljából ezt a kis biztosító bigyókát. Hát most világos van, úgyhogy most ezt így annyira nem fogjátok látni, de látjátok, olyan kis hópihe formájú lukak vannak rajta. Ez este biztos, hogy nagyon szép, szebb, mint így világosba, látjátok? Cuki-muki fejű. Úgy szeretem az ilyen kis hülyeségeket amúgy. Visszateszem ezt az elem, ezt a biztosítékot bele, hogy ne merüljön addig sem, úgy nincs bekapcsolva. Na mindegy, visszateszem minden esetre. Igen, és akkor még van nekem benne ékszer, ami nekünk így a
külön szórólapunkon volt tanácsadónőknek. Egy gyűrű, meg egy fülbevaló. Nagyon-nagyon egyforma. Nem azt akartam, hogy nagyon hasonlít, de nem, mert egyforma. Tehát ez egy szett, vagyis hogy egy családtagja. Szóval tavaly is kinéztem amúgy. Így néz ki a fülbevaló. Ugye ebbe is próbáljuk, jó? Csak hogy mégis milyen. Na, várjátok. Au. Oké. Jaj, de kis szép, nézitek már. Tipikus ilyen kis ünnepi. Nagyon kis szép. Ez a gyűrű. Ez a fülbe való. És akkor mutatom a gyűrűt. 1200 forint volt egyébként nekem. A gyűrűt azt azért mertem megvenni, mert állíthatós, ha jól emlékszem. Igen. Állítható a... Nem is nagyon kellett kintebb venni. Ilyen picike ujjam van már, azt a mindenit. Nézzétek! Na! Nagyon szép! Olyan nagyon kis... kis finom, nem? Nagyon kis kedves, úgyhogy hát ezek lettek volna a novemberi első rendelésem, amit már leadtam 1-én, november 1-én, mert hogy minél hamarabb legyen katalógusom, decemberi katalógusom, meg tudjak az ösztönzőkről, meg minden egyébről, úgyhogy koordinátorként azért tényleg erre oda kell figyelni. Úgyhogy köszönöm szépen, hogyha itt voltatok, megnéztétek ezt a videót. Remélem tetszett, ha igen, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra, és ha szeretnétek ti is avonozni, vagy régebben avonoztatok, de már elfelejtettétek a törzsszámotokat is esetleg, akkor tudok benne segíteni, hogy újra aktívak legyetek, és újra tudjatok rendelni magatoknak, kihasználni a kedvezményeket. De ha nincsen törzsszámotok, csak nézitek a videóimat, és egy kis kedvet kaptatok ahhoz, hogy ti is avonozzatok, és kihasználjátok a lehetőségeket, a sok-sok kedvezményt, a jó kis termékeket, ajándékokat, bármit, akkor nyugodtan jelezzétek nekem a kommentben, vagy lent a leírásban megtaláljátok a linket, és ott közvetlenül tudtok hozzám jelentkezni. És utána majd felveszem veletek a kapcsolatot, és akkor együtt munkához látunk. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltatok, megnéztétek ezt a videómat. Puszi nektek, sziasztok!